Köszöntök mindenkit, Liszminen Zsuzsa vagyok a Digitális Pedagógiai Módszertani Központból, és a mai nap a EFOP 3.2.15-ös projekt keretében a digitális témahét szervezését támogató webináriumunkra kerül sor, amit Almási Gizella fog előadni, Út a médiaértéshez a digitális világban címmel. A mai nap is videófelvétel készül a webináriumról, amit megint a YouTube csatornákon meg lehet majd tekinteni. Úgyhogy én át is adnám az előadónak a szót. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a Media Smart Hungary Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. Nevében. Almási Gizella vagyok, projektvezető. Mi azért vagyunk most itt, hogy négy oktatási segédanyagunk bemutatásával segítséget adjunk, ötletet adjunk, egy kis inspirációt adjunk a digitális témahét programjaihoz. Nem csak akkor, hogyha valaki még nem készítette el a digitális témahét tervezetét, ám bár akkor is, hanem esetleg olyan helyzetekben, amikor valaki már programjával készen van, de úgy látja, hogy ezekből az oktatási segédanyagokból részeket be tud emelni óráiba, és tovább színesítheti a digitális témahét programját. Négy oktatási segédanyagunk van, a Média Tudor, a Digitális Világ, a Világháló új veszélyei, és az Iskolai Erőszak online és offline térben címűek. Az első anyagunk a Média Tudor, ami immár most már több mint 10 esztendős, és az angol Media Smart elképzelése alapján készült a magyar változat, abszolút a magyar helyzetnek megfelelően, a magyar iskolai követelményeknek megfelelően. A Media Smart ma is nagyon sikeresen tevékenykedik Európában, ott van Svédországban, Finnországban, Portugáliában, Németországban, Franciaországban, Belgiumban, és itt Magyarországon is a mi jó voltunkból, ám bár mostani a későbbi tananyagaink már saját fejlesztésűek. Az alapötletet köszönjük a Media Smartnak. Két tananyagunk regisztráció után érhető el. Az egyik a Média Tudor, a másik pedig a Digitális Világ. Ennek alapján mondjuk a tavalyi december 31-i adatainkat, hogy összesen 2885 pedagógus kolléga regisztrált a tananyagokhoz, 1723 iskolából, és amire különösen büszkék vagyunk, hogy néhány éves a 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzésünk, ahol a tavalyi évben, mert idén is van már újabb, a tavalyi évvel 146 főnek tudtunk tanúsítványt átadni. Ez egy nagyon szép szám. Vissza a tananyagokhoz. Kezdjük először a Média Tudorral. Most akkor, amikor azt mondom, hogy a Média Tudor több mint 10 anyag, kérem, hogy ne ijedjenek meg, és ne mondják azt, hogy a média világában hogy képzeljük mi, hogy egy 10 esztendős anyaggal kiállunk, mint oktatási segédanyaggal. Szó sincs arról, hogy ez az anyag nincs frissítve. Tudjuk, hogy más generációhoz szólunk ma, tudjuk, hogy ez a generáció más alapképzettséggel, más igényekkel jelenik meg az iskolában. Olyannyira, hogy média tudor anyagunkat ma már az óvónők figyelmébe, az óvónők, óvoda pedagógusok figyelmébe ajánljuk. És a média tudorral és a többi anyagunkkal együtt is valljuk, David Buckingham, angol professzor, média oktatásra vonatkozó megjegyzését, ami szerint is helyes a médiával foglalkozni. Nem védekezés, felkészítés, don't protection, education, azaz ne ijedjünk meg a média világától. Ne gondoljuk azt, hogy csak ártalmas dolgokat tartalmaz, jaj, a gyerekek. A gyerekeket meg kell tanítani a média használatára. Erre szolgál többek közt a média tudor is. Ma már nem hiánypótló a kisiskolásoknál a média tudor oktatási segédanyag, de ezt azért akartam így bemutatni a kollégáknak, ha szabad így mondanom, mert amikor kijöttünk vele, akkor ez hiánypótló volt. Nincs sok anyag, ma sem a kisiskolások részére, amit akár informatika tanárok, akár médiaismerettel foglalkozók, de általában a tanítók, tanárok használni tudnak, mondjuk a Z-generációnak már beillő 6-8-9 éves korban. Ezért mondjuk már, amit az előbb is említettem, hogy igen, a média tudor nem csak kisiskolásoké, hanem bizony az óvodásoké is.
és ami a négy oktatási anyag szisztémájára, szellemiségére leginkább jellemző, az a médiatudornál könnyen felfedezhető. A lényege a médiatudor anyagnak a kritikus gondolkodásra való nevelés, a kritikus gondolkodás fejlesztése. Ahogy itt írom, a gyerekek megtanulnak értékelve viszonyulni a médiához. De lássuk előbb csak egy pillanat erejéig, és kizárólag azért, mert mint a négy oktatási segédanyag lényegét tartalmazza, hogy mi is ez a kritikus gondolkodás. Ugye ennek van egy negatíve, kritikus gondolkodás, negatív értelmezése, holott minden csak nem az. Ma már kötetnyi, könyvtárnyi anyag van, nem kötetnyi, könyvtárnyi anyag a kritikus gondolkodásról, kevésbé tudományos jellegű, tudományosabb, szórakoztató olvasmány, hosszabb, rövidebb terjedelmű, de egy a lényege. Engedjék meg, hogy ezt emeljem ki. Ne fogadj el semmit kritikátlanul. És ha ezt erre megtanítottam a gyerekeket, majd látjuk most a négy különböző generációhoz, különböző korosztályhoz szóló anyagukat. Az első pillanattól a legmagasabb korosztályhoz szóló anyagnak a lényege, hogy ne fogadj el semmit kritikátlanul, és tudjál kérdést feltenni. Ha feltetted a kérdést azzal kapcsolatban, amit láttál, akkor az a feladatod, hogy információkat gyűjtsél, ezeket rendszerezd, elemezd, összevesd. Az elképzeléseket, átgondolásokat szépen folyamatosan állítsd a kis agyadba össze, próbálj meg logikusan saját magadnak és másoknak, másokkal szemben is érvelni, és próbálj meg következtetéseket, megbízható következtetéseket levonni. A bemutató végén például az iskolai erőszak vagy a világháló új veszélyei tananyagoknál, ami már 14 éves korosztályhoz szól, fogok visszatérni ezekre a gondolatokra. A kritikus gondolkodás következtében közelebb lépünk a média tudatossághoz, ami nem más, mint helyes és tudatos médiafogyasztás. Öt ismérvel, ezt valószínűleg mindenki tudja, legyen hozzáférés, ismerjem a technológiát, média működésének alapfokú ismerete mindenképpen. Itt van az, amire eddig a média üzenetek helyes és kritikus értelmezése, és a legmagasabb lépcsőfok a média üzenetek létrehozásának a képessége. És akkor most következik egy kis film. Hát egy kicsit bajba vagyok, de kérem a megértésüket. Én ehhez a bemutatóhoz több videót hoztam, sajnos ezeknek nem lesz hangja. Ami a többinél nem is akkora baj, mert van feliratuk. Viszont ez a filmecske az, ami akár a média tudor, akár a többi anyagunk hát jelképévé, hordozójává, az image alapjává, alapjául szolgál, mi csak úgy hívjuk, hogy házi víziló filmecske. Nézzék el nekem, hogy ezt a filmet most az én kommentálásammal látják. Legis víziló. Na, egy békés konyhát látunk esti órákban. Cica meglepődve figyeli, hogy egy kis állat, a házi víziló jelent meg a konyhában, aki bizony elszántan videkezik, amikor szembe kerül egy másik állattal, tejecskét, vizet iszik, és az élőhelyét nagyon komolyan védelmezi. És most olvasom azt, amit a cigony ismeretterjesztő szöveg utatunk mi. Néha olyan dolgokat láttok, amik valóságosnak, de nem. Gondolkozzatok és kérdezzetek. Így lesztek igazán médiatudorok. Gondolkozzatok és kérdezzetek, így lettek igazán médiatudorok. Ez a média értésének, a digitális világban való közlekedésnek az alapja. Miből áll az a médiatudor oktatási segédanyag? Hát ez áll először is egy tanári kézikönyvből, ami nagyon jól használható. 18 egysége van az anyagnak, a 18 egység 18 feladatlapban jelenik meg, amiben az ismerettől a kérdésig, a játékos feladataik mindent benne foglaltatik. A tanári kézikönyvben ezeket a feladatlapokat magyarázzák, tehát elmondja nekünk a szakértő, hogy melyik osztályban, milyen módon, hogyan tanácsos az adott feladatot éppen használni.
A 18 feladatlap alapkérdésekkel foglalkozik. Az Igaz vagy kitalált című az éppen ezzel a vízilovas témával. Itt ma van egy olyan bemutató óránk, most előre szaladok, mert hiszen mind a 18 feladatot feldolgoztuk tanítási videóra, tanítási órát mutatunk be. Van egy olyan bemutató óránk, ahol két tanítónéni, azt hiszem, egy kecskeméti iskolában, tündéri másodikos gyerekekkel arról beszélget, hogy hogyan lehet biztosan tudni, hogy a házi vízió nem létezik, hiszen a kép is és a hang is mást mutat. Ugye? Nem szabad kritikátlanul elfogadnom, ha én eddig még ilyet nem láttam, ha nekem senki nem beszélt, stb. 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 A 18 feladatlapra épülő 18 bemutató óra valószínűleg sokkal könnyebbé teszi a médiatudóanyag értését és felhasználását. Tartalmaz maga az egész médiatudortár egy szülői tájékoztatót, ez a pedagógusok segítségéül szolgál, egy kis oklevelet, amit ma már nyugodtan mondhatom, a telefonra küldhetünk el a gyerekeknek, nem kell kinyomtatni, meg tudja azt a én azt gondolom, a gyerekek 100%-a most már telefonon nézni, akkor kapja meg, hogy ő is médiatudor lett, ha a 18 feladatot végigcsinálta. 6 oktatófilmecske, ezek az oktatófilmecskék részeikben, egészükben a 18 feladatlaphoz tartoznak, szintén része ennek az oktatási segédanyagnak, és hát a kedvencem, a házi vízió film, ez oly sokat mond, hogy jó, nagyon sokszor lehetne használni és beszélgetni róla. És akkor, amikor elmondtam most, hogy miből áll a médiatudor, akkor még egyszer hangsúlyozottan kiemelem, hogy a Z generáció már ott van az iskolákban. Velük erről nagyon komolyan lehet beszélgetni, és az óvodában az 5-6 évesekkel nagyon jó foglalkozni. Hát tudjuk, mert pedagógus továbbképzésekkel. Számos óvoda pedagógus végzett. Tehát az óvodákban is kiváló foglalkozásokat lehet csinálni a médiatudorral. Hol található meg mindez? www.mediatudor.hu. Regisztráció után az egész anyag letölthető, használható, variálható. Tanulási célok, hát ezekről túl hosszan nem tudok beszélni, de egy példát hadd mondjak el, hogy hogy jön ide, hogy szükségletek és vágyak, döntések, felismerni az információt, hogyan lehet reklámozni. Nagyon egyszerűen. A gyerekek sok reklámot látnak. Szüksége van a gyerkőcnek egy radírra. A sima, egyszerű radír az kiválóan beteljesíti funkcióját, ő azonban látott a reklámban egy csillogó, villogó, zenélő, rózsaszín, ilyen formájú olyan radírt. És hát az, ahhoz szeretne hozzájutni. Na most, hogyan magyarázzuk el azt, hogy mire van szükséged? És mi az, amire te vágy? Az nem baj, hogy erre vágysz, sőt, meg is beszélhetjük, hogy miért. Mi a te döntésednek az érve, hogyan érvelsz a döntésed mellett. Tehát hogyan mondod el a szüleidnek, hogy miért azt a radírt szeretnéd megvenni. Mi az információ forrásod? Ja, egy reklám. Hát az a reklám, az jól mutatta-e be? Biztosan, ha neked annyira tetszett, menjünk, nézzük utána, milyen a valóságban. Mi a reklám feladata? Fontos feladata? Ettől függetlenül azért ne higgyük el mindent, amit egy az egyben látunk a reklámfilmekben, hiszen a reklámnak dolga van, eladni akar. Nagyon tisztességes műfaj. Semmi más nem akar eladni. De tudnunk kell, hogy akarunk-e vele barátságot kötni. És a gyerekeket nagyon sok reklám találja meg. Tehát, hogy innen most végigmondtam tulajdonképpen a tanulási célokat, hiszen ha véleményt kifejtek, beszélgetek, szókincset, kreatívan gondolkozok, kritikus szemléletet fejlesztek. Ó, csak ennyi. 18 feladaton keresztül szívből ajánlom ennek a közelebbi megismerését. Ez a 4 helyes kis figura, akik kalauzolják a kisebbeket a médiatudor tananyagon. Következő tananyagunk a digitális világ, ami egyrésztől a www.mediatudor.hu oldalon is megtalálható és letölthető, de van neki egy külön oldala is, a www.digitalisvilág.hu. Itt a lényege, segít eligazodni az internet világában. Egy lépés előre, de figyeljétek, vagy figyeljék majd meg,
hogy a két dolgot nagyon jó, a két tananyagot nagyon jól lehet elegyíteni. Sőt, ha szabad javasolnom, szakszerűen a tökéletes munka felé haladunk, hogyha a két tananyagot hát keverjük, elegyítjük meg. Nézzük meg, mit akar a digitális világ. A média értéshez szükséges készségeket, képességeket fejleszteni. Na most először is mit akarhatunk vele? Értő média használatot, kritikus gondolkodást. Itt egy kicsit előbbre lépünk, mert a digitális világban kell, az internet világában kell most már jól tájékozódnunk, és ott kell a tökéletesen valóságosnak látszó dolgokat magunkban elemezni, megkérdőjelezni. Biztonság. Biztonságosan eligazodni az internet világában. Magába értetően az adatbiztonságtól a digitális veszélyek gondos, okos kezeléséig. Értelmesen használni a új kreatív tartalmakat létrehozni, már itt mondtuk, hogy felismerni és kezelni a kockázatokat és veszélyeket, ezáltal megvédeni a gyerekeket a káros vagy sértő médiatartalmaktól. Nem kevés, amit ez az anyag akar, ugyanakkor felelősséggel állítom, ez mind benne van a digitális világban. Öt foglalkozás. Nagyon-nagyon sok mindenről szól. Az első három például az adatbiztonságról. Arról, hogy mi mindent tudnak tenni a gyerekek saját maguk érdekében, a saját adataik biztonságáért. Egy kis mobilfónia, mobil, milyen a mobil, hogy használjuk. Aztán a hirdetések világa az egyik leglényegesebb pont, mert minden pillanatban az interneten, a digitális világban valami fajta hirdetésre bukkanunk, valamilyen formában használják az adatainkat, meg tudjuk, mik azok a kukik, hogyan lehet ezeket, ha nem akarom, akkor hogyan lehet megmenekülni előlük, hogyan lehet ezeket kiküszöbölni az életből, megtaláljuk a különböző reklámformákat, és így tovább. Tervezünk bannert. Hát ez már azt jelenti, hogy előbbre lépünk, ugye a médiatudatosság egyik magas lépcsőfoka, hogy tudjál te is kreatív tartalmat létrehozni. Kapcsolataim a neten, vigyázzunk, az egyik legnagyobb veszélyforrás ma már a 10 éves korosztály fölött is a közösségi oldalak használata, és itt már, pedig akkor még, amikor ezt csináltuk, nem volt a Facebook ilyen divatos, már mi erről beszéltünk, közösségi oldalakról, és a digitális világ veszélyei. A 15. lecke az már a legkorszerűbb módon azokkal a veszélyekkel szembesít, amiket jó, ha ideje korán észlelünk. Folyamatos fejlesztés a digitális világ életében. Az anyagokat napra készen próbáljuk tartani, és az állandó fejlesztéssel próbáljuk, mondom, a generációkat utolérni. De nézzük meg, hogy néz ki ez az oktatási segédanyag. Van egy tanári kézikönyv itt is, nem azért, mert ez a mániánk, ez a másik kettőnél is lesz, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy a pedagógus kollégáknak azzal adjuk a legnagyobb segítséget, ha nem kell órák hosszat egy elképzelést kibontaniuk, hanem itt kap egy gondolatébresztő, egy inspiráló, komplett tanmenetet és óravázlatot. Olyan óravázlatot, amiben percre lebontva benne van, hogy mit tud az anyaggal kezdeni. Amit én óriási értéknek tartok ebben az oktatási segédanyagban, az a letölthető és szabadon alakítható tanári PowerPointok. Minden leckénél van egy. Na most tessék azt elképzelni, hogy a 15 leckének 15 PowerPointja van, amit letölthetnek a pedagógus kollégák, egészében, részeiben, elegyítve, bármikor, amikor úgy gondolják, környezetismeret, vagy magyar óra, vagy matematika óra keretében beágyazhatják, feldolgozhatják. Természetesen a legjobb, ha egy leckét kompletten, teljesen egészben egy osztályfőnöki órán mondjuk végig tudnak tanítani. De nem mindig van erre lehetőség is. A digitális világ a médiatudorhoz hasonlóan felajánlja azt a lehetőséget is a pedagógusoknak, hogy használj engem részeiben. Beválik, higgyék el. Interaktív tábla oldalak vannak,
online gyakorlatok a gyerekeknek, de ugyanakkor nyomtatható feladatlapjaik is vannak. A kis lexikon gyakorlatilag egy információ, egy szómagyarázat, és ebben is van szülői tájékoztató, hogy a tanárok, akár a szülőket, akár a gyerekek közvetlenül a szülőket később tájékoztassák arról, hogy mi mindent érdekel a digitális világ oktatási segédanyagokkal. Mindenki által jól ismert reklám. Ennek sincs hangja, sajnos viszont elindítva. Arról szól, hogy a békésen él a kis házában, ahol gyermek az emeletben, az internet világában kaland, és ő agresszív textinget, és már a végén a groomingot, a behálozást, a becserkészést és mosolyogva veszi tudomásul, pedig bizony az lenne jó, hogyha a valóságban megóvnánk ettől, és itt a szűrő szoftverek használata, amire különös tekintettel felhívja figyelmüket ez a kérdéskel. Én egy mintát hoztam ide a 15. foglalkozásból, nem teljes, mert arra egyszerűen nincs mód, hiszen még csak a második oktatási segédanyagnál tartunk. De például egy kis játék. Írd egymás alá a biztonságszó betűit, és azok felhasználásával alkos új szavakat, amelyek hozzájárulnak a virtuális tér biztonságához. Ez csak egy szösszenet, egy részlet. Ugye ezzel már nagyon jól eljátszunk a gyerekekkel, akik nagyon hamar, attól függ, hogy harmadikosok, negyedikosok, ötödikosok, hatodikosok, hetedikesek, hiszen ez az anyag is nagyon széles skálán használható. Azért nagyon széles skálán, mert attól is függ a használat kezdeti időpontja vagy lehetősége, hogy a gyerekek abban az adott osztályban milyen tudást szinten vannak. Ez mindig pedagógus a legnagyobb tudora ennek. Na most itt egy másik film, ami adathalászat, adatbiztonsággal függ össze, ezt a gyerekek nagyon szeretik. Azért, hogy a filmek azért vannak itt, mert ennél sokkal több, de ezek is a tananyagok részei. Ő éppen arról beszél, nagyon egyszerű, hogy feltörni valakinek a problémát, kinyitni az ehhez tartozó zárakat, tehát a felhasználókat és a jelszót. Egyelőre, ha még nem megy a születési évvel vagy a születési helyjel, akkor majd a kutya nevével azzal sikerül, most mondta, és íme bizony sikerül is, tehát felelőtlenek vagyunk sokszor. És akkor ugye meglátjuk, hogy mi lesz ennek a beste halásznak a sorsa, mert jön az az okos internet használó, amit mi szeretnénk, hogy a gyerekeinknek, aki elmondja, hogy milyen a jó elszó. És ezzel egy újabb kis szint viszünk az órába, hogyha ezt a filmet levetítjük. Sokat tudunk utána a gyerekekkel beszélgetni arról, hogy ők hogyan használják, és hogyan tudjuk fejleszteni ezt a használatot. Na, a cyberbullying, vagy megfélemlítés meghatározását látjátok itt. Hát ezt most nekem nem feladatom magyarázni, azért bár megteszem, meg tehetem, hiszen ma már mindenki ismeri ezt a fogalmat. Ezt azért hoztam ide, mert nincs olyan a digitális világ, az internet veszélyeiről szóló megbeszélés, ahol ez a kérdéskör nem merülne fel. A cyberbullyingnak nagyon sok fajtája van, ki fogunk erre térni, majd visszatérünk erre az egyik nagyoknak szóló tananyagnál. De ami nagyon érdekes, mi nem olyan régen voltunk egy szolnoki iskolában és egy nagykanizsai iskolában is, harmadikos és negyedikes gyerekekkel volt foglalkozás éppen a digitális világ kapcsán, a digitális világ veszélyeiről. És a cyberbullying fogalmát már ismerik, már hallottam. Ez zaklatás, ez megfélemlítés. Bizony ez zaklatás, ez megfélemlítés, és azért hoztam ide megmutatni, mert ezzel nagyon sokat foglalkozik a 15. leckéje a digitális világnak. Na mi ez itt?
Volt nekünk a digitális világ tananyagunkhoz kapcsolódóan egy a digitális világ tanára pályázat. Na, hogy kerül ez most ide? Úgy, hogy úgy gondolom, hogy aki használni akarja a digitális világanyagot, csak nyer azzal, és újból csak ezt tudom mondani, hogy gondolatot, kreativitást indít el az emberben, ha ezeket a kiváló nyertes pályamunkákat elolvassa, sőt, letöltheti. Óvoda pedagógus részére is van, tanító tanár részére. Nem mondtam, hogy más megoldás nem létezik. Létezik. Ez vonatkozik egyébként a médiatudor bemutató óráira is. Ha egy példát mutatunk, akkor az nem azt jelenti, hogy az a példa kőbevés. Egy tanár olyan kreatív tud, egy tanító, egy óvodapedagógus olyan kreatív tud lenni. Csak segítség ahhoz, hogy könnyebben lépjek előre. Nos, harmadik tananyagunk, a világháló új veszélyei. Hát ez már egy más témakörben mozgó anyag, mint az eddigiek voltak, mert koncentrál bizony a veszélyekre. Igaz, hogy ezeket a veszélyeket nem ismerjük meg, anélkül, hogy a kritikus gondolkodást ne fejlesztettük volna. Igaz, hogy ezekre a veszélyeket nem tudjuk észlelni, ha a médiaértés alapvető, a médiaértésre neveléssel nem kezdtünk el már ideje korán foglalkozni. Látni fogjuk itt majd egy-két példafilmen, hogy milyen jó lett volna, hogyha előbb gondolkodok, nem ugrok be azonnal az internet adta lehetőségnek. Azt mondjuk, hogy 10-14 évesek, de én el tudom képzelni, hogy meghatározott tudásfokon 9 évesektől 14 éves korig tanároknak, szülőknek ajánljuk ezt az anyagot. Azért is, mert ami ebben van, az nem csak tanári kézikönyv, vagy az abban egy PPT prezentációs filmbejátszásokkal bemutatói segéd lett tulajdonképpen a pedagógusoknak, hanem a szülők is nagyon sok információhoz jutnak azzal, amit visszajövök még erre az oldalra, de amit például a világháló új veszélyeiről olvashatnak. Itt a közösségi oldalak, a sexting, a grooming, a chat és üzenetküldő programok, az online függőség, az internetes játékok. Mindenről nagyon hosszan lehet olvasni, és lehet hozzá példákat találni, hogy hát nem megoldásokat, de hogy az esetek milyenek, hogy jelennek meg, hogy tudom felhívni a gyerekek figyelmét arra, hogy például a közösségi oldalaknál vajon mit lehet tenni azért, hogy ne 10 éves korban jelentkezzenek a Facebookra, ahol ugye még korhatári kötöttség is van. Most egy közösségi oldal nevét kimondtam. Ez bármit jelenthet más közösségi oldalak vonatkozásában is. Tehát a korhatár. A közösségi oldal nem véletlenül mondja, hogy milyen korosztálytól használhatod az információt, amit én adok. Mert védi még a gyereket, csak a gyerek nem akarja magát védeni. És ebben kell a szülők és a tanárok közös összefogása, hogy segítsünk neki abban, hogy ráébredjen, hogy az ő érdeke, hogy a szabályokat a világhálóval a közlekedéshez betartsa. Prezentáció, letölthető játékok vannak itt a világháló új veszélyei témakörében. Aztán tovább gondolásra ösztönző kérdések. Hát én hoztam ide néhányat, mert erről nem akartam megmutatni, hogy például, hogyha barátod vagy ismerősöd valakivel durván viselkedett a neten, akkor te mit javasolsz, mit kell csinálni? Vagy mit jelent, ha valakit interneten keresztül zaklatnak? Mi a teendőd? És erre azért adunk választ. Mindig a teendő az első, a második, az összes lépcsőben. Első a szülővel beszélj, és a tanárral beszélj. Jelezd a problémákat. Nagyon sok még, amit itt konkrétan lehetne mutatni, de a bemutató úgy gondolom, vagy az ízelítő ebből a tananyagból egyelőre elegendő. Hasznos linkek ajánlott irodalom, hát ha nincs itt 40 hasznos link, akkor egy sem, és tényleg mindenhonnan fontos információt hoz jutunk, és fontos információt találunk, és az ajánlott irodalom is igenis hasznos olvasmány, ha valakinek erre van
lehetősége hozzájutésre olvassa. Mindez a www.mediatudor.hu oldalon található. Ha az oldalra kattintanak, rögtön a nyitólapon, és valóban a teljes anyag letölthető regisztráció nélkül. Ugye a világháló új veszélyéről beszéltünk. Most egy filmet fogtok látni, ami az egyik leggyakoribb veszéllyel foglalkozik, és ez a sexting. 7.-8. osztályoknak gyakorta előfordul a téma, hogy erről beszélgetünk. Tudják, miről van szó, és nagyon érdekli őket a téma. De a filmben szereplő kislány talán 12-14 év közötti lehet, ugye látszik, hogy édesapjával kapcsolat biztosan nagyon, de most ennek rá egymással foglalkozni, mert kiki a saját gondolataival foglalva, és a kislány éppen a saját bajával, hogy úgy mondjam, hiszen kér tőle valamit a barátja, nem tudja, elküldjön el. Pedig egy lenge öltözetű vagy ruha nélküli képet kér tőlem. Azt látjuk a filmen először, hogy a kislány rászánja magát képküldésre. Elnézést, hogy ezt csinálják, hogy a filmet tudjuk vetíteni. Elküldi a képet. És ebben a pillanatban ő még nem tudja, hogy megpróbáltatások sora vár rá. A fiúk igen boldogan megosztják egymás között a képeket, a képet, sőt, hogy látjuk, hogy megosztják egy oldalra is fölteszik, és a kislány megaláztatásra elkezdődik. Most már is tudja, hogy nem cselekedett teljesen, csak valaki azt nem mondta el neki időben, hogy az internet nem ami oda egyszer kerül, az ott is marad, és sajnos nagyon komoly károkat okozhat a személyiségre. A sexting egyébként csak a világháló veszélyeinek egyik leggyakoribb fordulása, hanem az egyik gyakorlatilag forma. Látjuk, hogy itt föltették egy megosztóra, és akkor most nézzük, hogy mit kell tennie kislánynak. Bizony azt, hogy soha nem küldök ilyen képet. És maximum a kisállatomat küldök el. Nos. Ez a film a tananyag része egyébként. Ez a film is, mert a sextingről többféle film van. Látjuk itt a meghatározást, a tananyagban hosszabban le is írjuk, a prezentációban be is mutatunk filmeket. De a legfontosabb, hogy a gyerekekkel beszélgessünk erről a veszélyről. Azért is, mert a sexting, tehát ez a cselekedet például, hogy 14 éven aluli szeméről készült fényképet tovább küldök és megosztok, ez bűncselekmény. 14 éves kor fölött ezt bűncselekménynek minősítik. Hát itt nem tudom, hogy ki milyen korosztály, de biztos, hogy mondjuk el a gyerekeknek, hogy az irányba, a bűncselekmény irányába haladnak, hogyha ezzel szórakoznak. Mert ez a szórakozás idézőjelbetéve, hiszen a filmben is láttuk egyfajta szórakozás, nagyon veszélyes. Azt szokták mondani a gyerekek, hogy foly, ez a sok, a fiúk, ezért is, azért is, amazért is. Én mindig kérem, hogy vessük fel a lányok felelősségét is. Ha valaki ebben a korosztályban tanít, beszélgessen az osztályával erről. Milyen tartása van annak a kislánynak, aki ilyen nagyon könnyedén, jó, nem könnyedén, de hát akkor is elfogadja ezt a szituációt. No, rengeteg mindenről lehetne beszélni a sexting kapcsán, tessék megkeresni az oktatási segítséget, és folytatni lehet a beszédet. Itt egy megrázó film, ez a Grooming, a világháló új veszélyéből egyik egyébként leggyakoribb bűncselekmény, becserkészés a behálás. Látjuk Tomot a kisfiút, aki egy focista jelenetben egy új barát
De a kapcsolatok, hát természetes, virtuális kapcsolat, itt más nem létezik. Azt a képet látja, amit Jack neki megmutat a interneten. És mivel Jack meghívta, hogy játszanak együtt otthon, kicsit a hiúságára építve, edzenek együtt, ő elmegy. Meg is érkezik a házhoz. És első megdöbbenésére egy felnőtt férfi fogadja, aki Jack testvéreként, Jack bátyaként mutatkozik be, és behívja a házba, beinvitálja. Hát itt sajnos egy-két-három sörrel kínálja. A kisfiú elfogadja és elfogyasztja a sört. És egy bizonyos idő után, amikor hát az alkohol hatása erősen érződik, akkor kiderül, hogy ez a férfi tulajdonképpen nem is Jack bátyja. És a Tom, a kisfiú, akkor döbben rá, hogy a képen szereplő gyerek, akiről ő azt hitte, hogy Jack, nem is volt. A film sokkoló hatású, olyan értelemben, hogy kívánjuk mindenkinek, hogy ez soha-soha ne fogjuk vele. De jobban tennék, ha ideje korán mindenki elkezdene azzal foglalkozni, hogy most majd látjuk, Tom is fog, és akkor térjünk csak a kritikus gondolkodáshoz. Ne fogadj el kritikát sem. Digitális világ, adatbiztonság. Ne adj meg semmit pontosan annak, akit nem tudod, hogy kicsoda. A film nagyon bölcsen, konkrét segítséget mutat. Amit nekünk, akik gyerekekkel foglalkozunk, ideje korán meg kell lépnünk. Vagyis arra fel kell hívni a figyelmet, hogy soha semmikor ismeretlen való találkozásra egyedül ne menjen el senki. Bizony, nem csak az ő weboldalakon van fel ez alapszabály, és a groominggal kapcsolatban egyik legfontosabb a becserkészéssel kapcsolatban, egyik legfontosabb a szabály. Ismeretlennel ne találkozz egyedül. De a film megmutatja azt a helyzetet, hogy abban a pillanatban, amikor azt mondja, hogy az édesapjával megy a találkozóra, abban a pillanatban eltűnik. Hát a feloldozás, a katarzis, hogy a elkövetőt azt elviszik, ez szempontból, hát ez a film nagyon nagy alkotásnak gondoljuk, és hozzátesz mindazt az ismérvet, amit mi is elmondanánk, és el is mondunk, a film függetlenül tanulmányokban. Iskolai erőszakad online és offline térben. Ez is a www.mediatudor.hu oldalon található, és ehhez 14 éves korosztálytól ajánlott gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak. Ugyanúgy nagyon sok információval, mint a virtuál, mint az előző tananyag, ugyanúgy nagyon sok kis filmmel, mint az előző tananyag, és ugyanúgy játékokkal letölthető, tanulságos kérdésekkel, mint az előző tananyag. A világháló új veszélyei mellett a
mostani tananyag az a cyberbullying típusait sorakoztatja fel. A cyberstalkingot, a sextinget, lejáratás, rossz hírnépterjesztés, identitáslopás, kiközösítés, kibeszélés, becsapás, és még, mert ez nem a teljesség, ahogy most itt felsoroltam, mert akkor sorolhatnánk még, tehát részletes olvasmány áll a rendelkezésünkre, itt is van tanári segédkönyv, és nézzük csak meg ezt a képet. Tovább gondolásra kérdéseket. Mi mindent elmond az agresszióról, és mennyire értelmes kosan. Hát nem tudom, hogy most jobb-e, ha ezt olvasom, talán ha látják, látjátok jól, akkor ennek nincs értelme, hogy itt most felolvastam, ami látható a feliraton, de a film tulajdonképpen az iskolai erőszak online és offline térben tananyagok tényét mutatja meg, de merre készült, csak annyira összhangban vagyunk az általános tudnivalókat képviselő irányzatokkal, hogy ilyen sikerrel tudunk itt együttműködni. Az aklatásnak a nagyon sokféle formája, nagyon komoly személyiség torzulásokhoz vezethet. Most, hogy mi sok iskolában megfordulunk és sok gyerekkel találkozunk, azt mondom, hogy hála Istennek a gyerekek nyitottak. Mernek beszélni arról, ha az osztályban, vagy a közösségben már előfordult az aklatás. Én még, és ez, ennek én nagyon örülök, nem találkoztam meg nem oldható kérdéssel, vagy nagyon nehezen megoldható kérdéssel. Olyan kérdésekkel találkoztam, amit az osztályfőnök megold, amit a szülők megoldanak, nem is egyel. Olyat, amit maguk a gyerekek oldanak, kiközösítésnél, lejáratásnál. A cyberstalking egy elég veszélyes forma. És meg lehet beszélni mindent a gyerekekkel. Itt a szülőknek is ad egy majd a tanácsot a film. A tanároknak azt, és ez nagyon fontos, hogy a gyerekek sokszor igazán ezt a kegyetlen tréfát inkább nem azt gondolják, hogy ezzel személyiség nagyon komoly bajt okoznak, ők csak egy kicsit visszakálnak. Voltunk olyan osztályban, hogy elmondták, hogy a kisfiút, aki nem régen előző évben érkezett az osztályba, miért, hogyan közösítették ki, és nem gondolták, hogy ebből annak a kisfiúnak bármiféle baja is származna. Szerencsére a tanár és a szülők nagyon-nagyon okos munkával megoldották a problémát, és a kisfiú ma már az osztály, ennek az osztálynak a valóságos közösség. Valóságos tapasztalatom egy komoly vezér alakja, tehát egy komoly tudóskája. De most a világháló új veszélyei körében, és ebben a iskolai erőszakban is, hát nagyon fontos az aklatás körforgását megbeszélni a gyerekekkel. Oly sok minden van a két tananyagban, hogy nehéz kiemelnem mindent, ami lényeges, de ez nagyon fontos. Mert az aklatás körforgásában az aklatás szereplőit ismerjük meg, és ha az osztályunkban bármi internetes zaklatás téma előfordul, akkor ha itt ezeket a szerepeket beazonosítjuk a gyerekeinkkel, nagyon sok mindent megtudunk a tanulóinkról, és arról, hogy a digitális világ értéséről és a veszélyekkel kapcsolatos azok megoldásával, hogy állunk mi tulajdonképpen ott együtt, közösségben. Tovább gondolásra ösztönző kérdések például, hogy mit csinálsz, hogyha írt már neked valaki olyasmit a neten, amitől te magad szomorú lettél, és te írtál-e már valamit olyan másnak, amitől a szomorú lehetett, izgatott lehetett. Felteszik a kérdést ugye rögtön elsőnek, hogy mi a közösségi oldalak negatív és pozitív hatása. És mit gondolsz, kérdezik
rengeteg vagy 20 kérdésük van ezzel kapcsolatban. Mi a hatása annak, hogyha te olyan oldalakat nézegetsz a neten, ami a korosztályodnak nem megfelelő? Térjünk vissza most a valóságos veszélyek után az iskolai erőszak az online és offline térben tananyaghoz. Ez is tanári kézikönyvből áll, mondom nekünk, ez a sajátosságunk, hogy mind a négy tananyagunk tanári kézikönyvet mutat, amiben részletesen kidolgozott anyagot találnak, egy prezentációt, amiben filmek, nem ezek a filmek, amiket én most mutattam, annál kicsit komolyabb hatású filmek láthatók, letöltött játékok, hasznos linkek, ajánlott irodalom. Na most hadd lássuk még. Segítőhelyeket, ó, hát a segítőhelyekről külön szoktuk beszélgetni a gyerekekkel. Ezekről is részletes listánk van a két tananyag zárásaképpen. És akkor eljutottam most ennek a rövid bemutatónak a végére. A négy oktatási segédanyag az életünk legfontosabb részét képezi, de hát azért csinálunk még nagyon sok mást is. Például a 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzésünket, ami éppen most is van egy, és ősszel is lesz. Egy gyönyörű programban veszünk részt, egy kortárs programban, ahol 10-es, 11-es általunk felkészített fiatalok vezetnek foglalkozásokat 5-től 8. osztályosoknak a digitális világ veszélyei témakörben. Ezek nagyon tanulságosak, ezért is járunk sokat iskolában, nagyon tanulságosak, és mi magunk is, nem csak a foglalkozást vezetők, nagyon sokat tanulunk a kicsiktől. A digitális világ veszélyei témakörben általános iskolában órákat tartunk. Most mondom, a legutóbb Szolnokon voltunk egy helyet, és nagy kanizsát, 2 órát tartott egy kedves kolléganőnk. És ha hívnak, akkor részt veszünk szülői értekezleten, mert valószínűleg ebben az időben, amit én most ezzel a bemutatóval eltöltöttem, nem mondtam elégszer. Nagyon fontos pont a digitális világban való biztonságos közlekedéshez a szülő és a tanár ismeretei együttműködése. És mi úgy gondolom, még nagyon sokáig szeretnénk a gyerekek médiaértéséért, médiatudatosságért küzdeni, és a digitális világ veszélyei ellen mindent megtenni, ami csak tőlünk telhető. Köszönöm mindenki megtisztelő figyelmét. És hogy őszinte leszek, most majd kapok valami kis technikai segítséget, hogy mit kell tovább csinálnom. Igen. Tehát van egy kérdés. Hopp, hopp. Köszönöm szépen. Igen, vidéken is tartunk továbbképzést, ha erre igény mutatkozik. 2 évvel ezelőtt Balassagyarmaton voltunk, egy csodálatos csoportunk volt. Mi a pedagógus továbbképzéseket térítésmentesen tartjuk, és akkor, hogyha 20 fő a továbbképzéseken részt tud venni. A 2 évvel ezelőtti Balassagyarmati képzésünknél, ami nagyon jó összetételű és egy nagyon aktív, nagyon klassz csapat volt, ugye mindig az időpont okozott gondot, tehát azt hétvégén tudtuk tartani. Nyíregyháza is szóba jöhet-e helyszínként? Semmi elől nem ugrunk el, nem menekülünk, nem vesszük ijesztgetésnek, szóba jöhet helyszínként, beszéljük róla. Azt viszont mondom, hogy ebben az évben, és nem tanévről van szó, hanem 2018-ról, valószínűleg már egyáltalán nem tudunk tartani, de meg tudjuk tenni, hogy elindítunk egyet, és a 2018-19-es tanév hát téli szakaszában folytatjuk. Nagyon szépen köszönjük, mi is most itt ilyen belehajolok a képernyőbe, bocsássák meg nekem, ha nem látok teljesen minden szöveget, jó, csak nagyon apró a betű. Én is köszönöm a megtisztelő figyelmet, és várom a megkereséseket, várjuk. Köszönjük szépen akkor ezt az előadást, és köszönjük szépen a részvételt. Küldöm az igazoláshoz a linket, ahol lehet kérni, hogy
aki szeretne igazolást. Köszönjük szépen!